Sziasztok, kedves barátaim! Üdvözlöm benneteket! Folytatjunk! Epizódban beszéljünk arról, mi történik, amikor alszunk, és mi történik, amikor kellünk, és mit kell csinálni, attól függően, hogy mi történik, mikor alszunk. Amikor ember alszik, most nem megyünk bele többféle alvási szintre, de lényeg, amikor ember alszik, akkor a pszichikája csatlakozik a holdra, ugyanakkor a tudat általában ki volt kapcsolva, és körülbelül 2 órától kezdődik a méregtelenítés, és ezért, amikor ember kell, akkor hova szalad? Így van, a mosdóba, mert ki kell áradni méregeknek a szervezetből, mert ez a szervezetnek a regenerálása történik. És a legtöbb toxin nem csak a fogan van és a nyelven, ami természetesen mosunk fogát, de legnagyobb mennyiség a bőrön keresztül, a pórusai keresztül árad ki, ezért nagyon fontos fürödni reggel. Mert ha ember reggel nem fürdik, akkor a pórusaink működnek, ahogy ki tudják bocsátani a mérget, úgy vissza is tudnak szívni, ezért nagyon fontos lemosni a bőrt, megfürödni. Ugyanakkor a tudatunk nagyon negatív hatás alá kerül alvás közben, mert épp azért, mert inaktív kezd lenni, és úgy mondják a védikus írások, hogy halottnak számít a tudatja. Ezért arra, hogy jó bebútoljon, újraindítson a tudat, nagyon jól is ajánlanak a védák, hogy valamilyen imát kell mondani, vagy mantrát kell mondani, mert a lelki dolgok életre keltenek az elmét. Ezért korai kelés, vagy napkelte előtt, vagy legalább 6 óra előtt, és vagy olvasunk Bibliából, Koránból, Bhagavad Gitából egy pár sort, csak egy pár sort, hogy életre kelsünk a tudatunkat, akkor nagyon éles lesz a tudatunk egész nap, és sokkal könnyebb fogok vinni akadályokat. Még sokkal szerencsésebb, hogyha valaki reggel imádkozik, vagy meditál, valamilyen hiteles lelki gyakorlatokat végez, mert akkor ez nagy-nagy fokkal kedvezőbb lesz. Szóval ma megtudtunk, hogy miért és mit kell csinálni korán reggel, a fürdésről és a tudatunkról. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Lájkoljatok a videót, iratkozzatok fel a csatornára, majd találkozunk. Köszönöm szépen! Hare Krishna!